A héten telefonon beszéltünk Kecskés Rózsával, a Jószolgálati Otthon igazgatónőjével. Keddi híradásunkban számoltunk be arról, miként élik meg ők, az ápolók és a Bercsényi úti bentlakásos intézmény gondozottjai a járványügyi helyzetet. Március 9-e óta karantén alatt van az épület. A gondozottak nem találkozhatnak hozzátartozóikkal, csupán az udvar jelenti számukra a külvilágot. A dolgozók mindent megtesznek annak érdekében, hogy megvédjék őket a vírustól, és hogy oldják a bentlakók feszültségét a bezártság miatt, számos programmal igyekeznek lekötni, sikerélményben részesíteni őket. Maszkokat varnak, és kézzel készített ajándékokat is kreálnak, amelyeket most felajánlottak a Pannon polgárőrségnek. Régóta jó kapcsolatban vannak, és látták, hallották a híradásokból, hogy miként segítenek másokon a mostani helyzetben is, és azt kérték, hogy vigyék el a jószóli felajánlását azon dunajvárosi polgárokhoz, akiknek segítenek akár a gyógyszerkiváltásban, akár a bevásárlásban. Mint a Szvarga Éva, a Pannon polgárőrség tagja elmondta, Kecskés Rózsa kereste fel őket a felajánlással. Az ellátottak csináltak saját kezüleg maszkokat, és ezeket juttassuk el dunaújvárosi 65 év feletti embereknek, akik sajnos jelenleg nem tudnak kijönni otthonról, és nem tudják megvásárolni a védőfelszerelést. Nagyon szépen köszönjük, igazán megható, hogy ezek az emberek erre is képesek. Köszönjük szépen, mi ígérjük, akiknek megyünk segíteni, bevásárolni, gyógyszert kiváltani, oda fogjuk adni ezeket a maszkokat, tehát olyan helyre fog kerülni, ahova ők ezt szánták. A jószólisok ajándékát csütörtökön vették át a polgárőrök. Kimosva, kivasalva és fertőtlenítve csomagolták össze az ajándékokat, hogy ezzel is örömet szerezhessenek, egyúttal segítséget is nyújthassanak másoknak.